Mindenló a gépben. Tart, elindult a nap harmadik futama, a Gutai János emlékverseny, és Milán ugrott ki a legjobban a gépből, jó volt a start pozíciója, ott van benne a falon, mellé pedig fölzárkózik Parsec, Milán, Parsec és Perfect Two, ez az első három sorrendje a mezőny végén, Sunrise színét látom, jól együtt galapozik az egész mezőny, Gyöngyös Szépe és Neverending Dream pedig a középmezőny tagja, amikor a lovak már a túlsó oldalon járnak, még mintegy jó 1400 méter van hátra a versenyből, Milán az élen, Milán galapozik, Pozsonyban nem futott jól, itt azonban a szintetikusan egyelőre jól mozog, közepes a tempó, Milán Perfect Two, Parsec, ez az első háromnól sorrendje, nincs változás mögöttük sem, Gyöngyös Szépe és Neverending Dream a negyedik, illetve az ötödik helyen, megkezdi szépen a zárkózást Libanon, akit korábban nagyon jó három évestek tartottunk, hiszen jól futott a klasszikusokban. Sunrise a némi meglepetése, kicsit kezd lemaradni, a mezőny végére csúszik vissza Bahamian Indy is, miközben megkezdi talán a zárkózást a mezőny végére Glenelly Girl. Az élen nincsen változás, Milán még mindig vezet. Milán az első, ez azért egy komoly meglepetés. Milán vezet, mögötte Perfect One. Milán Perfect One, a harmadik pozícióban pedig elindul Neverending Dream. Lassan jönnek a lovak a befutó egyenesre, a vezető lovak mellett könnyen kézből galoppozik. Gyöngyös Szépen nagyon szoros harmadik, negyedik pozícióban. Jól futnak Pető lovai. Perfect One, illetve Glenelly Girl ott van az első 3-4-ben. Jön az utolsó 300 méter, sétálva Gyöngyös Szépen fölmegy a vezető lovak mellé. Neverending Dreamnek pedig megtörik a lendülete. Most már elől van Gyöngyös Szépe, Gyöngyös Szépe a távolszlopnál, illetve Perfect Two, vagy Perfect One, illetve a mellette versenyző Gyöngyös Szépe tud újítani, és Gyöngyös Szépe meg fogja nyerni a versenyt. Gyöngyös Szépe a nyerő, az utolsó métereken Glenelly Girl megveri istállótársát Perfect One-t, győz tehát Gyöngyös Szépe. Csak sétált kanyarban Gyöngyös Szépe, aztán a végén persze picit dolgoznia kellett rajta Jan Havliknak, de hát úgy tűnik, hogy hozta azt az újabb 5 kilós javulás, és ott tarthat, mint ahogy tartott tavaly. Nagyon stabil 65 környéki képességű lóról van szó, volt szó, és harmadik idé versenyében megvan az első győzelem. Mert Perfectán sokkal jobban fut ezúttal, mint legutóbb, szerintem azért a 70-es forma még nincs meg, de ne felejtjük el, hogy 3,5 kilót adott persze Gyöngyös Szépének, hogy az sincs kizárva, hogyha Gyöngyös Szépe topot fut, akkor Perfect Fan tudta mondjuk ezt a jó formáját. Minden esetre be kell érni a harmadik helyjel, mert bizony Glenelly Girl fut nagyon-nagyon jól. Az, hogy mondjuk ott van a dobogón, az önmagában is persze meglepetés, de hogy a második helyről is ennyire szépen zárkózik, az mindenféleképpen azért érdekes, és hogyha megnézzük majd a lassítást, ez ott van Bahamian Indy mögött, például Micherent, hogyha minden igaz, nagyon-nagyon közel a helyezettekhez, és ott van Milán is közel, 5-ös, 7-es, 2-es a célfut eredménye, szóval azért az majd felvet egy-két kérdést, hogy vajon ők javulnak ennyit, vagy esetleg nem kellett olyan magas forma a győzelemhez, mert itt egy-két esélytelenebbnek tartott ló is egészen közel. Erre szokták mondani azt, hogy csínyen kell bánni a számokkal, hiszen az a Milán végzett ott a középmezőnyben, aki gyakorlatilag egy hatalmas nagy nullával érkezett. Remélem ezzel nem bántok meg senki a Milán drukkerek közül erre a versenyre. Pozsonyban számtalan hosszabb volt utolsó, itt pedig azért az utolsó 300 méterig vezetett, azért az biztos, hogy nagyon sokat jött előre Milán, hiszen minden telivér pályafutás elején futásra javul, jön előre. Ez Milán esetében 7 mérföldes csizmával mért javulás. Gyöngyös Szépen jó futás a győzelme, mert nem meglepő, vélhetően nem kellett neki sem még a topja, így ahogy mondod, és akkor talán így könnyebb lesz elbírálni a futamot. Minden esetre Petős